Újra itt van a Fairy Tail anime, és itt feldolgozták a manga 100 éves küldetés szálát. De hogy sikerült a kaland, és milyen történetről van szó? Natsuék megváltoztak az eltelt idő alatt, vagy ugyanaz maradt minden? A változás jó, vagy elrontja egy anime megjelenését? És egyáltalán kiknek szól az új Fairy Tail anime? Sziasztok, ez itt a Mosi, benne az anime élménnyel, benne a Fairy Tail 100 éves küldetés animével. Az előző sorozat 5 évvel ezelőtt ért véget, és a manga szerint is lezárt mindent, amit még 2006-ban elkezdett a mangaka. Megvolt a grandiózus finálé aknológiával és zereffel, Natsu pedig a legerősebb harcossá vált, és az lett volna a dolga, hogy a hétköznapi életét élje, ami a család alapítással jár. Fel kellett volna nőnie, mint ahogy ez van a shonen animék végén, és ha nincs értelme folytatni egy animét, jobb inkább kiszállni, mert az erőltetett folytatás rossz fényt vet az eredetire. Ezt a hibát még akkor is el lehet követni, ha az eredeti mangaka készíti az új történetet, de a legtöbb rossz folytatást akkor kapjuk, amikor új alkotók szállnak be a projektbe. A Fairy Tail nem járta meg, ami azt jelenti, hogy a 100 éves küldetés pont olyan jó, mint az előző történetívek. És csak annyi változás lett a mangát illetően, hogy Mashima Hiro csak történetíróként van jelen, és más rajzolja a mangát. De mivel figyel a szálakra, ha nem tudnánk, hogy más rajzol helyette, észre se vennénk a különbséget. Az új történet az eredeti Fairy Tail-ben is el volt hintve, de hiába volt szünet, úgy tálalják a folytatást, mintha nemrég fejezték volna be az aknológiás szálat, így a Fairy Tail tagjai ugyanazt csinálják, ami jellemző rájuk. A kiinduló pont úgy történik, hogy eljön hozzájuk egy hősnő, és közben témába kerül, hogy csinálják meg a 100 éves küldetést, azt a próbát, amit eddig még senkinek se sikerült megcsinálnia. És mivel Girdert se bírt vele, átjön, hogy nem kis erősségű a feladat. Azok mennek el, akiket a legjobb együtt látni, bár azért jó lett volna, ha Gajil is velük tart, viszont neki külön szálai vannak, és a poénos beöltözése mellett a komoly felderítések is vele vannak. Az utazás nem tart sokáig, noha el lehetett volna húzni pár részt azzal, ahogy felfedezzük a vadon, de manapság nem férnek bele az ilyesfajta kibővítések. Amíg régebben egész történetívek voltak filler részekkel, addig itt maximum az akciókat bővítik ki, mert a kiadó és a stúdió ennyire fél a negatív visszajelzésektől, hogy a mai nézők már nem tűrik el a nem mangás jeleneteket. A poénok elengedhetetlen részei a Fairy Tail-nek, és ezúttal se felejtették el, hogy miként kell jó vicceket csinálni. A sorozat világa a varázslatból és a sárkányokból merít a legtöbbet, illetve abból, hogy a középkori hatásokat támogatja. Ezáltal kastélyok, páncélok és kardok is vannak benne, valamint olyan szuperképességek, amikkel megfelel a shonennek. A sárkányok a legnagyobb misztikumnak számítanak, ezért, amikor a csapat ismét találkozik eggyel, ledöbbennek, hiszen elvileg ők kihaltak aknológia miatt. Ezért is nehéz befogadni, hogy ezek a lények mégse váltak teljesen köddé, és a származásuk annál is távoli, mint amit Ignilék mutattak. Ám könnyen át lehet csiklani ezen az újításon, és amit megismerjük a 100 éves küldetés titkát, még örülni is fogunk annak, hogy a sárkányok állandó szereplői lesznek az animének. Bemutatják a próba kiadóját, Elefszeriát, aki egy öreg mágusnak látszik, és mindent képvisel, ami az isekai animéket jelenti. A háttere rejteget meglepetést, és az is, hogy mit takar a 100 éves küldetés, de annyit el lehet árulni, hogy több új nagy kihívást is kapunk, amik közül a víz sárkányisten legyőzése jelenti az egyiket. Olyan alakról van szó, aki a legtöbb misztikumot sejteti, és már a megjelenésével is rajongókat szerezhet. A sárkány és az emberi külső egyesítése mindig is jól ment a sorozatnak, és ezúttal is emberi kinézettel felruházott sárkányt adnak, de a szarvak miatt a démoni jellemzés is feltűnik. A másik fenyegetést a Diabolos C jelenti, akiknek tagjai fejenként is olyan erősek, hogy Erzáik méltó ellenfelet találnak bennük, és karakterben is azokat hozzák, akikkel jól tud futni az anime. Mindegyikük egyéniség, így a nézők megtalálják bennük a favoritot, és ha a lányokra tekintünk, még a gonoszok oldalán is jóféle adottságok vannak.
amelyeket a rajzolás magas szinten ábrázol. A sárkányos képességek eddig is kötöttek a sárkányokhoz, ám most behoztak egy negyedik sárkányölő típust is, és amikor megtudjuk, hogy ezt az erőt mivel lehet megszerezni, a diaboloszosok iránti félelem még jobban megnő. Az anime mindig új helyszínre akar elvinni minket, és ezzel a hangulat is változatos, a víz miatt pedig olyan, mintha egy csodavilágban találnák magunkat. Bárhova is mentek Natsuék, a világot bemutatták, így most is így áll a helyzet, amivel kiderül, hogy az új történet milyen életet rejt, és hogy itt miként lehet boldogulni. Számíthatunk vízi világra és a velük járó halakra, tengeri élőlényekre, és mivel a mágia is jelen van, olyan lények is szerepelnek a történetben, amik mítoszokat képviselnek. Akciókat is kapunk velük, ezáltal kiderül, hogy milyen kiállni egy tengeri sárkánykígyóval, és a harcok nagy figyelmet kapnak. Legyen szó a kígyós ellenfelek tekergéséről, vagy arról, ahogy vizet okád, a megvalósítás jól sikerül. Az erők effektjei modernek, és azonosulnak a vízhez is, vagyis ha Natsu tüzet akar használni, a lángja reakcióba lép a vízzel, így kialszik. A sárgás támadások illenek a vízzel telt képernyőhöz, és már az is látványos, ahogy a szereplők teste a víz alatti világban van. A poénok a mesevilág érzését is támogatják, amit kevés show nem vállal be, de itt rendkívül működik, ahogy emberarcú halakat láthatunk, és nem azt érezzük, hogy egy óvodás animébe csöppentünk. A Fairy Tail-t a kemény harcok mellett a fanszervízért is szeretik, és amíg más sorozatok visszább vettek a mai időkre, ő megőrizte a stílóját, és amikor kell, akkor előtérbe helyezi a hősnőket és a hősöket is. Erzáik alapból jóféle megjelenéssel szerepelnek, de találkozhatunk szándékos, rajongói szórakoztatással is, vagy olyannal, amikor a szál miatt kell alulöltözöttnek lenniük. A 100 éves küldetés végrehajtása egy kívánsággal jutalmazza Natsuékat, és ahogy felsorolják, hogy mire vágynak, azonnal kivillan, hogy milyen értékes brigádot alkotnak. Az új nézők azonban nem fognak többet látni ebben az animében, mint amennyit megszoktak az isekaios sorozatoktól, és ez a 100 éves küldetés legfőbb gondja. Amíg az eredeti anime ment, addig tőle szokták meg a varázslatokat, a céheket és a sárkányokat, és akkor még nem is terjedt el az isekai fogalom. Manapság azonban külön műfaja lett azoknak az animéknek, amikben jelen van a középkori fantasy, és mivel belőlük van a legtöbb, a nézők egyformának tartják őket. Ezáltal a Fairy Tail-t is ilyennek veszik, és Natsuék nem tudják visszanyerni a trónjukat, mert amit korábban képviseltek, az már egy műfajjá vált. Nem tudnak újat mutatni, itt csak azokat vonzák be, akik a régebbi animét is látták, és nekik ugyanolyan jó lesz az új kaland is. Az új nézőket úgy tudta volna megnyerni a sorozat, ha úgy újít be, mint ahogy a Bleach is tette a Thousand Year Blood War-ral. Le kellett volna cserélnie az ábrázolási stílust, és olyan jellemzésekkel kellett volna tálalni a jeleneteket, amik tetszenek a tiniknek, vagyis élőszereplős helyszínek kellenek és lassú nézések, valamint azzal tudott volna győzni, hogy a szereplők arcai a képünkben legyenek. Ez a siker titka, de a Fairy Tail nem akart megújulni, amivel arról is lemondott, hogy a legtöbb figyelmet keltse, vagyis amíg korábban versenyezni akart a Naruto-val és a One Piece-szel, addig most csak egy értékes anime akar lenni, és nem tudta azt kivédeni, hogy ne a múltban éljen. Ha nektek is megvan a véleményetek a Fairy Tail 100 éves küldetés animéről, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, nektek jó lett volna-e, ha Natsuék úgy megújulnak a visszatéréskor, mint Ichigo-é. Ez volt a Moshi, benne az anime élménnyel, benne a Fairy Tail 100 éves küldetéssel és annak kibeszélőjével. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel! És keresd a csatornát a további tartalmakért!